amit itt látunk, az a Fővám tér metroállomásnak a felülvilágítója, hogy ez egy tulajdonképpen egy üvegrézsű lesz, ahol itt fognak az egyetemisták flangálni, és innen tulajdonképpen le lehet látni majd a mozgó lépcsőre, és lehet látni, hogy jönnek-mennek az emberek föl le a metróba. Tehát úgy kezdődött, hogy az első munkahelyemen, ahol az inas éveimet töltöttem, ott az Ádámmal együtt dolgoztunk, és ott két év után elkezdtünk önállóan pályázni, nyertünk egy pályázatot, kiváltunk a cégből, elkezdtünk ketten dolgozni önállóan, utána nagyon hamar csatlakozott hozzánk Sanyi, és aztán kis idő múlva jött Orsi, és akkor így négyen úgy döntöttük, hogy kerek a történet, megalakítottuk a Spor Architects-et 2002-ben, és azóta együtt nyomjuk. Két állomás, tehát a Gellért tér és a Fővám tér nagyon hasonló szituációban van, ezért mind a kettőt építészileg megtervezhettük. Az volt az alapelv, hogy ezt nagyjából úgy kéne elképzelni, mint ahogy a természet a csontszövetet létrehozza, az igénybevételnek megfelelően a csontszövetben, ahol nagyobb az igénybevétel, ott erősebbek a csontosodások és olyan irányba nőnek, és ezt próbáltuk reprodukálni itt a valóságban, persze absztrahált módon, és így jött létre ez a látszólag összevisszaság, ami mögött azért komoly építész és mérnöki tervezés áll. És hát igen, itt még burkolatokat, az alagútban burkolatokat fogsz látni majd, a színes kerámia burkolatok lesznek, ezen a részen nagy változásokat fogsz majd látni, ha készen lesz. De hát ebben az állomásban most jelen pillanatban a 34 ezer köbméter beton, tehát ez valami olyan adat, ami teljesen ástruktúrálja az embernek a gondolkodását is. Nem, ez egy olyan épület, aminek nincsen külseje, tehát nincsen homlokzata, nem van a földet. Mi irodánk abból a szempontból különleges, hogy mi egy csapatmunkába dolgozunk. Nemzetközi figyelmet legutoljára most azt keltette föl, hogy bekerültünk a Wallpaper magazinnak, ez egy angol magazin, londoni kiadású, a 30 leginnovatívabb irodákat összegyűjtő ilyen Architects Directory-jába. Hát kétféle út van egyébként így az építészek előtt, hogyha kikerülnek az egyetemről nagyjából. Vagy kikerülsz és bekerülsz egy nagy irodába, ahol ugye a klasszikus fölötted a mester, a másik pedig, hogy pályázol. Az a bátorság kell hozzá, hogy az ember fölvállalja, hogy az első években egy ilyen teljes létbizonytalanság van maga körül, és kockázat, lutri bejött nekünk.